eltelt 4 év, sok mindent átéltünk közösen, mint a Fehérvárjánkkal. Az elmúlt 4 év képviselői munkájának eredményeit foglalta össze Varga Tamás csütörtök este. A legsikeresebb fejlesztések és beruházások között tartja számon Fehérvár országgyűlési képviselője, egyebek mellett az új kórházi tömb és az Alba Aréna, valamint a déli összekötő út építését, az Árpádház program elindítását, vagy épp a Szent István Múzeum rekonstrukcióját. Olyan beruházások ezek, amelyek vagy a megvalósulás előtt állnak, mint a Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, vagy éppen a megvalósítás legelején tartanak, mint a kórház új tömbjének a megépítése, vagy éppen valahol félúton tartanak, mint az déli összekötő út építése, de mind-mind olyan nagy horderejű fejlesztés, beruházás, amely nem csak évekre, azt gondolom, hogy évtizedekre meghatározza ennek a városnak a jövőjét. Az elmúlt 4 év eredményei közül a képviselő a már elindított, vagy most induló iskola felújításokat is kiemelte. Nagyon fontos az iskoláink fejlesztése a kampuszprogrammal együtt, amely 19 milliárd forintos beruházás, mint egy 40 milliárd forintot költöttünk az elmúlt 12 esztendőben az iskoláink fejlesztésére. Az elmúlt évek eredményeit Varga Tamás egy kiadványban is rendszerezte, melyet a következő hetekben a képviselő választókerületében minden háztartásba eljuttatnak majd.